Sziasztok! Ma folytatom a Mountain Blade Warband végigjátszásom a Saranida módra. És mit maradt abba ugye, hogy... Hát ugye az előző részben elfoglaltam Narrát, mert ugye... El akartam foglalni a Kergitektől, de... A végén elfoglalták a Saranidák, én pedig egyből hadat üzentem a Saranidáknak, elfoglaltam Narrát, utána véletlenül elveszítettem. És utána pedig megint visszafoglaltam, most pedig meg kell védjem. Mivel... Ugye úgy voltam vele, hogy itt hagyom a városban az elit katonákat, és ugye elmegyek gyorsan a fővárosomig, hogy hozzak erősítést, és sajnos mire visszaértem addigra elfoglalták a Saranidák megint a várost. És igazából elveszítettem egy csomó elit katonát. Szóval, ja, az előző rész az egy kicsit... Hát rossz volt. Így is nehezen tudom képezni ugye a katonákat, mivel a kiképzési képességünk az nem a legjobb, és... ja, nehéz kiképezni ugye az elit katonákat. Hello. Én meg még ugye el is veszítettem egy csomót. Wow, az fejre ment. Na de mindegy, mert szerintem lesz ez még rosszabb is. Ja, felébe! Elképesztő bázli volt, hogy nem találtak el. Rendben, 8 emberem meghalt. Tűrhető. Ó, oké, ez valójában el akartak menni, de a végén visszafordult az egyik. Valójában oké is így, mert lemészároljuk őket. Thank you.
Oké, mondjuk némi veszteséget okoznak, de nem olyan sokat. Ám már arra gondoltam, hogy most ugye mivel legyőzöm az itt lévőket, akkor irány Shariz és kell hozzak erősítést. Oké, győztünk. Oké, azt a kenyeret vissza, és még van ugye némi élelem. 5, vagy 62 védő van összesen. Rendben. Plusz ugye Narra most már nem áll ostrom alatt. Nem. Nem fogadom el a békét. 389 katonája van Gravett királynak. Azért az nem rossz. Á, fenébe, rajtam ütöttek. Annyi az egész, a pajzsát kapom el. Kiegyensúlyozott Jarid. Van kiegyensúlyozott kétkezes szabja. Ez nagyon király lesz, mikor kergitekkel játszok. Megerősített kergit elit páncél. 56 a 20-szal, 54 a 18-szal. Wow, az jó. Ja, ez király. Oké, váltságdialkusz az nincs. Oké, irány... nem Drihim. Irány Narra. Atya úristen! A svadiaiak visszaszereztek néhány várost és várat. Az durva. Követi a karavánt. Oké, nekem előbb el kéne adjam valahogy ezeket a foglyokat. Irány, várjunk, benézek ide. Oké, nincs váltságdialkusz. Irány, Rejvadin. 69 lovas íjász. Oké, ezeket legyőzzük. Kicsit ugye gyakorolnak az emberek, szinteket lépnek.
Oké, két emberem meghalt. Tűrhető. Ahhoz képest amúgy, hogy ugye lovas íjászok ellen harcoltunk, igazából a legtöbbnek előcsatározó képessége volt. Ezek csak úgymond név szerint voltak lovas íjászok. Csak a nevük volt lovas íjász. Oké, irány kuráv, mivel Rejvadinban nincs váltságdialkusz. Hakker is sincs. Miért nincs? Irány riváltság? Nagyon messze vagyok. Félek menni addig. Igen, már megint egy kicsit rossz a helyzet. A városvédőknek a fele az oda. Fele vigyel. Mondom, komolyan mondom, éreztem, hogy nem szabad tovább menjek, mert rossz lesz. És úgy is lett. Erre meg elém áll az idióta íjász. Amúgy igazából nekem narra, ha úgy vesszük, egy csapdaként szolgál az ellenségnek, mert ugye folyamatosan támadják, és igazából vissza tudjuk verni őket. Mivel ugye kevés a védő, így igazából kevesebben is jönnek a város ellen, és mivel kevesebben jönnek, így könnyebb visszaverni őket. Arra gondoltam, csak fogok fejleszteni némi lövőerőt, mert ostromkor, hát a Jarid, miután ugye elfogyott a Jarid, már nem nagyon tudok csinálni semmit. De hogyha lenne legalább olyan 3-4 lövőerőm, akkor tudnám használni ezeket az íjakat, és folyamatosan tudnám nyilazni az ellenséget. Az igen. Az mit kapott már?
Oké, hát igazából sok... Várjunk. Oké, meg is van. Akartam mondani, hogy sok kell a szintlépéshez, de valójában volt egy csomó pont, amit nem használtam el. Oké, amúgy győztünk. Tökéletes. Rendben, kicsit kevés maradt a védőkből. Nincs elég pénzem. Nincs itt váltságdialkoz, ugye nincs, oké. El kell adjam ezeket a cuccokat. Oké, amúgy mennyit a védő összesen? 98. Oké, ezzel már 99 védő. Mondjuk, hogyha van, vagy hogyha lesz ugye 100 védő, akkor már lehet, hogy meg se fogják támadni a várost. Oké, el tudom adni ezt a könyvet. Nagyon jó. És ki kell választani egy másikat. Logikai eszmefuttatás. Oké. És irány Shariz. Várjunk. Jönnek megtámadni... Nem jönnek megtámadni. Oké, irány... És... ki tudok fejleszteni még egy gárdistát, igen, oké. Oké, ezzel ugye meg lesz a 100 elitvédő. 66 íjászmester, 34 gárdista. Várjunk, benézek Mazikba, mert onnan tudnék fölvenni embereket.
Oké, esetleg valami küldetés? Mivel ugye az én faluimat sajnos kifosztják, és onnan nem tudok fölvenni embereket, így ugye a Saranida falukból kell toborozzak. Oké, hozzak 5 bocit. Nem akarok békét a kergitekkel. Tökéletes, van váltságdiakusz. Nagyon örülök neki, mert csomó foglyom van, és már csak volt. Ötven a 14-jel, az nem jó. Kettőszáz... 10 embere van. Szerintem le tudnánk győzni őket, mert nem tűnnek elit katonáknak. Mondjuk... igazából az én seregem se az, mert nagyon sok a sima gyalogos. Méghozzá nem csak nem veterán gyalogosok, csak sima gyalogosok. Oké, az ellenség védekezik. 137 gyalogosom van. Ki kell fejlesztem őket gárdistákra. Na, igazából mindenki támadhat. Hát az ellenséges sereg is ugye... nagyon... gyenge egységekből áll. Előcsatározó, nagyon kevés veteránnal. Júj! Az chamber volt. Na végre. Oké, mindössze 5 emberem halt meg, az nem olyan vészes. A gyalogságit azt vesszük, meg a veteránt. Igazából fölvettem volna mindenkit, na de mindegy.
138. A minden igaz, frissen képzett egységek, szóval... ja, ez... ez csak izé, előcsatározó meg gyalogos. Nagyon-nagyon kevés elittel. Ám mondjuk nem is egy elit, hanem ugye nagyon kevés... jobb katonával. Van ugye egy-két lovas. Hogy nem haltál meg! Néhány lovas van, meg néhány gyalogsági katona. Nagyon megkedveltem ezt a lándzsát. Igazából ez a sereg nagyon jó volt arra, hogy szintet lépjenek a az én egységeim. Valójában egységet mondok, de igazából nem, mert nem Total War-ozok, de mindegy. Igazából ez Mountain Blade, nem Total War. A Total War-ban vannak ugye egységek. Oké, én eladom azt a néhány szaranidát. Nem oszt, nem szoroz. Oké, arra gondoltam, hogy irány narra, mert van esély rá, hogy megpróbálják megint megtámadni és elfoglalni. Ám bár annyi az egész, hogy ott van most már 100 védő, szóval 100 védőnek nem nagyon esik neki az AI. Igazából nekem kéne keressek Kergit lordokat, és hogy ők támadjanak, és már nem, hogy ők támadjanak, hanem ellenük harcoljak. Akkor várjunk. Ott volt némi... várjunk. A falut támadják. De miért a falut? Gondoltam, jönnek megtámadni a várost. 22 dárdás. Agyávák. Agyávak kutyák menekülnek. Van egy ötletem. Ups, állj! És megvagy! Várjunk. Annyi ők támadnak engem. Mennyi az annyi? 267. Rendben, 20 hírnevet adna a játék. Ezek csak simán jönnek.
Jön a lovas horda, te jó ég! Ám már a gyalogság készen áll a lovasság fogadására. Az de jó, hogy nem engem vett célba előre szegett láncsájával. Júj! Igazából nagyon nagy bázli volt azzal, hogy nem kaptak el ugye előre szegett láncsával. Igazából nagyon hatékonynak látom ezt a láncsát, de van egy nagy hátránya ugye, hogyha nincs pajzsod. Könnyedén el tudnak intézni. Ó, oh, az előre szegett volt. Hát ez egy olyan csata, hogyha én nem segítek az embereimnek, veszítünk. Mivel rengeteg lovast elintéztem. Oké, okay, kell valami 50 ezer pont, vagy 44 ezer, valami olyasmi a szintlépéshez. Még van 6 ellenség.
Hány emberem halt meg? 29. Oké, az egy kicsit sok. Amúgy ebben a csatában elképesztően nagy mázlin volt, hogy nem kapott el egy erőösszeget Lanza. Nagyon nagy mázlin volt. Pedig valami kétszer vagy háromszor is elképesztően közel volt, hogy elkap az egyik. Oké, maradtak 10. Kaptam 15 hírnevet, az jó. Oh, wow, mindegyik elmenekült. Kicsit nagy lett a veszteség a végén. Nincs annyi pénze. Rendben. Uhunból kéne el... Várjunk. Várjunk. Az kicsit sok lenne. Mondjuk 20 gárdista, 20 gyalogsági katona. Túl sok. Még mondjuk, ha... Várjunk, ha besegítenének a falusiak, akkor talán... Annyi az egész Artiminer ne legyen lesebesülve. Várjunk, Rolf szintet lépett. Oké, a fegyvermestert kell fejlesszem, amihez ügyességre van szükségük. Minél nagyobb ugye a jártasság, annál jobban tudják kezelni a fegyverüket. Oké, még mindig értelmet ki... Oké, arra gondoltam, elkezdem kicsit fejleszteni az erőt, mert kéne erősíteni a Lezalitot, ugye, hogy minél jobb legyen a harcokban. Oké, az egyik az nem csatlakozott be. Lássuk a harmadik csatateret. Ó, ez jobb. Kicsit kevesen vagyunk, de ugye elit, úgymond a sereg. Elitebb, mint az ellenség serege. Csak ők ugye
31 katonával többen vannak, ám bár én egy fél hadsereg vagyok, szóval igazából mi vagyunk előnyben. Mondjuk attól függ, hogy mennyire leszek sikeres. Egy kicsit megkalapáltak. Oké, mindössze 5 emberem halt meg. Hetven embere van. Ne, gyere ide. Menekül. Várjunk, a falusiak vajon becsatlakoznának? Igen. Tökéletes. Kár, hogy nem lehet külön választani ugye a gyalogságot a falusiak és az én gyalogosaim, ugye, hogy külön legyenek. Mindegy. A francba! Az, ha nem megy fejre! Ajajaj! Az is meghalt! Wow! Van mikor jól el tudom találni az ellenséget könnyedén, van mikor meg katasztrófa. Jaj. Győztünk? Nagyjából igen. Ez mi az eget csinál itt hátul? És sikerült megmenteni a falut?
Na várjunk, Uhunból kéne ugye nekem némi boci. Várjunk, békét akarnak ugye a kergitek. A... Pravent svadiaiak pedig még mindig tartják a izét, a megszerzett területeiket. Durva. Még a végén visszahozza magát izé Harlósz király. Egyetlen boci. De ez nagyon jó volt. Sikerült megmentsem Kedelkét és legyőzni egy csomó ellenséget. Hol lett a boci? Mindegy. Még az csak egy volt. Oké, okay, 16. Na így már mindjárt más. Igaz, hogy a falucska egy kicsit megutál, de igazából nem gond. Majd elmúlik. Megmerték támadni a karavánomat. Egy szúrás és vége. Na jó, majdnem. Áó, azt fájt. Nagyon jó volt. Elmehet. Plusz be kell adjam a küldetést, és... Volt ott egy másik csapat, ami... Nagy valószínűséggel szintén megtámadja a karavánomat. Én pedig ugye besegítek a karavánnak és legyőzzük őket. Oké, okay, hozzak gabonát. Az nincs egyáltalán. Az igen, 65 újont, 27 gyalogos, 10 lovas. Wow. Úgy-úgy támad csak meg. Nem, elkerüli. Oké. Okay. Benézek Narrába. Ki akarja fosztani a falut? Oké, okay, irány Rejvadin. Úgy vagyok vele, ha kifosztják a falut, annyi baj legyen. Itt van egy csomó pusztai zsivány. Általában a legsikeresebbek a pusztai zsiványok. Mindig, nekem valahogy mindig úgy tűnik, hogy nekik van a legtöbb fogoly. Na jó, bár arra gondoltam, hogy benézek ide és zárom a videót. Oké, sajnos itt nincs gabona. Kell keressek gabonát. De ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!